Nekem jutott az a megtiszteltetés, hogy köszönhetem önöket a nőnap alkalmából. A nőnap mindig alkalmat ad arra, hogy kimondjuk, nők nélkül nem megy. Nők nélkül nem működhet a társadalom, nőket szeretni, tisztelni kell. A nők a motorjai a társadalomnak, a családnak. Ilyenkor a férfiak ajándékot szoktak adni, virágot, bombont, és én is szeretnék egy csokor virágot átadni polgármester asszonyoknak, vagyis önöknek. Meg szeretném kérni polgármester asszonyt, hogy vegye át ezt tőlem. Köszönöm szépen. A Gábortól elhangzott, hogy a virágcsokor nem csak az enyém, hanem a település összes nőjé, lányáé, asszonyáé. Úgyhogy én szeretném megosztani mindenkivel. Tudomásom szerint lesz még két csokor virág. És a virágcsokor mellé szeretnék mindenkinek egy jó hírt is elmondani, ami a héten történt és a település életét nagyba befolyásolja. Kormányülés volt február 28-án. Minden kedden van, és ezen a keddi napon rendkívüli napi rendi pontként Bábolna városáról is döntött a kormány. Ingyenesen, térítésmentesen megkapja Bábolna városa a két termálkutat, illetve a gyógyvízkutat és a termálvízkutat, és a hozzátartozó 46 hektáros földterületet. Úgyhogy úgy gondolom, hogy innentől kezdve már minden lehetősége megvan a településnek azzal, hogy végre ez a fürdőváros megépülhessen, amiről mindig álmodoztunk, hisz most már nem kell senki mással tárgyalni a befektetőnek, csak az önkormányzattal. És remélem, hogy majd ebben a munkában is tovább segít engem Bábolna, mert őszintén mondom, hogy az, hogy eljutottunk idáig, az máshogy nem ment, csak úgy, hogy a település lakossága tartotta bennem a lelket. Akkor, amikor elbuktunk a befektető után, ugye az a tatai befektetővel, és akkor mindig inspiráltak arra, hogy már pedig ezt tovább kell csinálni. Hát most elértük ezt a lépcsőt, úgyhogy kérem szíveskedjenek majd továbbra is segíteni ebben. Köszönöm szépen, és mindenkinek boldog napot! Köszönjük szépen ezt a szép ajándékot a polgármester asszonytól, és most következzen a Bombon együttes. A Gábor titokban szeretne még valakit megköszönteni. Ugye, hasonlóképpen, mint tavaly, a legfiatalabb és a legöregebb hölgynek szeretnék adni egy-egy szárvirágot. Vajon van legfiatalabb? Mert a fiatalok öregíteni szokták magukat. Nem baj, de gondolom, majd megkövegednek is. Köszönöm szépen. Nagyon köszönöm. Sosem kell több előrébb, sem akartam jobbat, mint ami jár. Mert a te lelkednél megpihennék már. Hidd el, ha kell, elmondom százszor. Köszönöm, hogy vagy nekem a legszebb dal, sem szólhat másról. Köszönöm, hogy vagy nekem. Hamarosan a színpadon köszönhetjük a Tatabányai Népház Show formációs táncegyüttesét. Hey, ez a fogogat, a csipirá!